Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Július 28-a a Hepatitis Világnap. Ez adja mai beszélgetésünk apropóját. Stúdiónk vendége Gervain Judit és Gógl Árpád. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. De köszönjük. Nekem úgy tűnik, mintha repülne az idő, hiszen nem is olyan rég volt az, hogy éppen ebben a stúdióban beszélgettünk ugyanebben a körben arról, hogy a HCV szűrést az egészségügyi dolgozók számára milyen jó lenne, hogyha kötelezővé tennék, illetve akkor indult egy ilyen kezdeményezés az önök együttműködésében a Fejér megyei kórházban, és ott elkezdték szűrni az egészségügyben dolgozókat, és hát elmondhatjuk, hogy óriási lépés történt, hiszen ez ma már mindenki számára adott. Mind a ketten kezdeményezői voltak. Így van. De én azt gondolom, hogy ha hepatitisről van szó és Székesfehérvárról, akkor ma már ez Gervain Judittal azonos, és az ő laboratóriumi munkatársai azok, akik ezt hát országosan is részben koordinálják, de helyben mindenképpen. És valóban nagy dolog az, hogy hát azóta létrejött egy Nemzeti Hepatitis Bizottság, ezt a miniszter úr hozta létre, mind a ketten tagjai vagyunk, talán 8 tagja van, tehát egy negyedét adjuk a bizottságnak, és hát létrejött most már a rendeleti szabályozása is, most már végrehajtási utasításon finomítanak, tehát pénz is rendelkezésre áll. Ez tényleg nagy dolog, mert egy olyan csoport kapja meg ezt a lehetőséget először. Megkapja a lakosság is, tehát ha valakinél kiderül a C-hepatitiszről beszélünk, akkor az a nagyon költséges, korábban több milliós költségű, olcsóbb is talán, és rendelkezésre áll a pénz. Tehát ma Magyarországon, ha valakinek kiderül, hogy C-hepatitisze van, akkor az meggyógyítható gyakorlatilag 100%-ban. De hát ugye több hepatitis van, én azt gondolom, hogy ez a siker, mindegyik sikertörténet, mert a B hepatitisre oltunk, az A hepatitis az higiénés kérdés, aztán van egy E hepatitis is, az érdekes, mert ugye oltani a B hepatitisre lehet, valamilyen immunológiai védekezés van az AV-val szemben is, de közvetlen vírus ellenes szerrel gyógyítható a C hepatitis. Az E hepatitis az ugye étellel, disznóval, vaddisznóval, ilyenekkel terjed, és eljött Európába is. Egy előnye van, hogy az is oltással kivéthető, csak nem minden csoportja a vírusoknak. Hát ez a hepatitis világnap, ez egy jó dolog, mert ráirányítja a figyelmet. Főorvosasszony, a C hepatitis kapcsán az tényleg egy ilyen mérföldkő, hiszen hosszú-hosszú évekig beszélgettünk ugye a különböző terápiás módokról, és hogy eljuthatnunk odáig, hogy ez egy gyógyíthatóvá vált ez a betegség. Igen. Sokszor elmondtuk már, hogy 1989-ben fedezték fel, tehát addig nem ismertük ezt a vírust. Bizonyos betegcsoportnál tudtuk, hogy valami véres beavatkozás kapcsán megfertőződött, pár hét múlva, 4-6 hét múlva megjelent a beteg. Kezdetben volt, hogy sárgán, de minden esetre magasabb májenzimekkel, de nem lehetett diagnosztizálni a vírust. Aztán 89-ben felfedezték, a japánok leírták, és 92 nyara óta, és hát most itt egymásnak mondjuk főorvosnak óriási érdeme volt benne, hogy, és még a telegdi infektológus főorvosnak Budapesten, hogy elérték azt, hogy erre kapott elkülönített keretet az orvostársadalom, és tehát a laboratóriumok is, és a terápia is. Most akkor egy hetente háromszor adott injekcióval lehetett kezelni, és a betegeknek kezdetben, hát nagyon sok mellékhatás volt, és kezdetben nem több, mint egy 15-20%-a gyógyult meg. És 48 hetes terápia volt. Aztán kijött egy tabletta mellé, a ribavirin, ami erősítette ennek a hatását,
az már úgy jobb volt, 35% volt az átlagos gyógyulás, de nagyon sok mellékhatás. Tehát ez a betegre nézve, de a kezelő orvosokra nézve is egy nagyon nagy teher volt, mert nagyon oda kellett figyelni. Vérképet rontott, rengeteg mellékhatása volt. És utána megjelent a hosszú hatású, ez az interferon. Az interferon az nem direkt vírusellenes szer, hanem az embernek a saját immunrendszerének egy tagja, tehát ez egy immunerősítő gyógyszer volt, és egy hosszú hatású készítmény, amivel már jobb eredményeink voltak, de még mindig nem tökéletes, és aztán megjelentek a direkt antivirális terápiák, amivel most kezelünk, ez tabletta, több típusa van, meghatározzuk mindig, hogy melyik vírus típussal fertőződött a beteg, és ez szerint kapja a gyógyszert. 12 hét maximum, de van, akinek elég a 8 hét is, alacsony vírusszámnál. És hát 98-99%-ban mondjuk azt, hogy meggyógyul a beteg. Tehát 3 hónap, 12 hét után a beteg vírusmentessé válik, és ez nem reaktiválódik, ez a fertőzés, tehát aki egyszer nem detektálható a vírus eredménye, azt gyógyulnak nyilvánítjuk. Előfordul nagyon ritkán, főleg drogosoknál az, hogyha több helyről származik a C fertőzése, tehát a tű cserék kapcsán, ott esetleg más genotípussal fertőződött, de hát ez ritkaság, nekem sose találkoztam még több évtized alatt ezzel. De papírforma szerint előfordulhat. Igen. De minden esetre a tabletták. Na most először megvolt, hogy melyik egyes, négyes genotípusra voltak jók ezek a tabletták. Most pedig, amiért tökéletessé vált a terápia, hogy megjelentek az úgynevezett pángenotipikus szerek, ami azt jelenti, hogy az összes vírus típusra egyformán hatékony. Magyarországon is itt van már, év végére szabadon kérhetők azok is, mert van bizonyos betegcsoport, és megint a droghasználókat mondom, ahol főleg hármas genotípussal fertőzöttek, és azokra ezek az új szerek még tökéletesebbek. Tehát azt mondhatjuk, hogy megvan a diagnosztikája, mert meg tudunk mindent csinálni, megvannak a gyógyszerek, és a gyógyszerekre olcsóbbak lettek, és akkora keret van, hogy nincs várólista. Tehát ha kiderül, hogy a beteg pozitív vírusfertőzött, megkapja pillanatokon belül, egy-két hónapon belül a gyógyszerét. És ez egy hatalmas dolog, mert tulajdonképpen ez egy daganat ellenes kezelés is, mert évtizedek alatt májzsugorodás lesz a betegnek, és annak a talaján bizony megjelenhet a májtumor, tehát a hepatocellulás karcinóma. Másrészt a fertőzésnek az útját is megállítjuk, hiszen nem adja tovább. Vérútján terjed, de hát azért arra sok lehetőség van, hogy valaki vérútján fertőződjön. Éppen ezért is fontos, hiszen az egészségügyben dolgozók azért ennek a fertőzésnek, gondolom én, hogy jobban ki vannak téve. Főleg akik mondjuk műtőben tevékenykednek, és bármilyen jellegű, hogy ki lehetnek téve. Én azt hiszem, hogy ez egy gesztus is az egészségügy felé, mert hát elvben veszélyeztetettek. Ugye a beteg egészségügyi rendszerbe a világon egyről tudunk, hogy egy valaki megkapta, mert egy beteg, aki morfint kapott, az ápolója pedig fertőzött volt, a fele morfint magának adta be először, és utána adta be a betegnek, és így a fertőzöttnek. Ez az egyetlen a világirodalomban, ami ismert. A érdekessége talán még a C-hepatitisnek az, hogy elég tiszta volt a magyar vírus eredet, mert az egyes osztályba tartozó. Most azzal, hogy nagy lett a mozgás nemzetközileg is, más vírus területekről is jöttek, és ezért van jelentősége annak, hogy a pán genotípus, tehát az összes osztály ellen van most már gyógykezelés, mert megjelentek más vírusosztályok is Magyarországon. Úgyhogy
ezen a területen olyannyira haladt előre a világ, hogy a WHO, a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet kitűzte a jelentős csökkenést, gyakorlatilag eliminálását a C és B, C hepatitisnek. Hát a modern világban, mert azért a B hepatitis és a C hepatitis azért más területeken azért még előfordul. Magyarország is csatlakozott ehhez, bekapcsolódtunk a nemzetközi, és valószínű, hogy Európa, Észak-Amerika teljesíteni is fogja ezt. Ugye nagy korszakok vannak a fertőző betegségek elleni küzdelemben, mert azért az oltások kérdésköre sok mindent megoldott. Amíg zárt volt a világ, ez így is volt, de azzal, hogy nyitott lett, és azzal, hogy vannak területek, ahol nem oltatják be a betegeket, vagy azért, mert nem is kötelező, vagy azért, mert nem tesznek eleget a szabályoknak, meg vannak bolondok is, akik azt hirdetik, hogy ez ugye árt, pedig hát így tűnt el a himlő, meg a gyermek. És hazánk ebben élenjáró, hiszen az átudottság is nagyon magas. Ma már nem kellettől félni, hát ilyen lesz a hepatitis is, de ahhoz azért együttműködő társadalomra van szükség. Mondjuk gondolták volna néhány évvel, évtizeddel ezelőtt, hogy ilyen hatalmas fejlődésen fog átmenni ez a terület, és itt majd arról fogunk beszélgetni 2019-ben, hogy mondjuk az irányelvek szerint 2030-ra Magyarország hepatitis C vírusmentessé tehető? Hát amikor én tanultam, hogy akkor még csak azt tudtuk, hogy van egy nyári halmozódás augusztusban egy hepatitis, és van egy nagy valószínűséggel szérum hepatitis. Hát azóta már betűkben is sok lett, tisztázódott is ez. Hát hogy hittünk benne? Hát én azt hiszem mind a ketten hittünk benne, mert elsők voltunk még a 90-es években, akik elindították még az akkori, hát ma már ugye kicsit rosszul hangzó kezelés, sok mellékhatással, nagyon nehéz közreműködéssel, de nem hittünk volna benne, akkor Gervény doktornő nem csinálta volna meg a labort, és nem csinálná ezt ma is még. Egy összefoglalót írtunk azzal, hogy a hepatitis C sikertörténete negyed évszázad, és ezt valóban 25 év alatt eljutottunk oda, hogy ez a betegség meggyógyítható. És ezt a Nemzeti Hepatitis Bizottság egyrészt fölvállalta azt, illetve megbízást kapott a miniszter úréktól, az EMI-től, hogy dolgozzuk ki ennek a szűrőrendszernek a menetét. Most ennek az első lépése az egészségügyi dolgozók, de a többi rizikócsoport is soron következik. Tehát a terhesek például nincsenek C-vírusra szűrve, csak B-re. A rendfenntartók, börtönökben a börtön dolgozók és a fogvatartottak is, és hát vannak olyan különleges, nem tudom, sose jól mondani, szexuális szokásokkal élők között is jóval magasabb a fertőződési arány, meg hát a drogosok, egyre több a droghasználó, és közöttük azért magasabb a fertőzés. Ez így sorba szépen felállítottunk már egy algoritmust, hogy kerülnek be a mondanám azt, hogy kötelező szűrésbe, de most is mindenkit leszűrünk, aki jelentkezik. Ezt akartam éppen kérdezni, igen. Hiszen hányszor voltunk önöknél a laboratóriumban, amikor a lakosságot várták teljesen térítésmentesen pont ilyen szűrésekre? Igen. A lakosságot is, és a kórház is. Bő két éve, amikor éppen ott voltatok, akkor a kórház is meghirdette azt, hogy minden dolgozót leszűrünk. Ott már megpróbáltuk, ez nem volt kötelező eddig az egészségügyieknek. És hát 3000 dolgozóból, akiben beletartozik a mosodától kezdve az adminisztrátorok, mindenki, 800-an jöttek el önként. A többit nem lehetett kötelezni, mert nem volt kötelező. Azért óriási dolog ez, hogy most rendeletmódosítás jött ki, és év végéig, 19. december 31-ig minden egészségügyben dolgozó személyt le kell szűrni kötelezően. Ez egy nagyon nagy feladat, az idő nem hosszú, főleg ami
egyrészt meghatározni, hogy milyen módszerekkel, a másik, hogy hogy dokumentáljuk ezt, tehát ennek egy informatikai könnyen használható, de mégis egy nagyon pontos és beteg adatbázist azért, meg beteg jogokat védő rendszert be kell ezeket az adatokat betenni, de úgy, hogy tudják ellenőrizni, hogy valóban ez megtörtént. Úgyhogy ez egy óriási lépés most, hogy az egészségek, és a másik, amit fölvállalt a bizottság, és ebbe készséggel mindenki benne van, hogy oktassuk, tehát a felvilágosítás a lakóságra is, mert borzasztóra hiányosak még az ismeretek, csak félnek dolgoktól, félnek, hogy kiderül róluk, pedig hát most meg tudjuk gyógyítani egy súlyos tüdőgyulladás ideje alatt körülbelül, és most a jövő évi tanrendbe az egyetemeken, főiskolákon kötelező tantárgyként beépül, tehát előadás lesz, vannak 5 évente szakmai szintet tartó kötelező előadások oda is, és hát már fölmerült, hogy akár gimnáziumba is, és iskolákba is, mindenhol nagyon szívesen vállalunk előadásokat, hogy elmondjuk ezt, hogy ez mi, és meg lehet gyógyítani, egyetlen egy vérvétellel meg tudjuk mondani, hogy fertőzött vagy nem. Tulajdonképpen a lakosság felé azt kell tudatosítani, hogy ez egy nagyon komoly betegség, aki megkapja, nem sok, ugye ez töredék százaléka a lakosságnak, de a végkimenetele májrák. És ma már a máj átültetéssel nagyon sok betegséget meg lehet gyógyítani. A máj átültetések döntő többsége most már hepatitis eredetű májrákból adódik. Ez egy hatalmas költség, mert ugye a betegség kezdetétől a transzplantációig ez mind-mind költség. Ráadásul a betegnek is a környezetnek egy hatalmas teher. Úgyhogy ettől megszabadulunk, ha elmegyünk az orvoshoz, aztán igénybe vesszük a kezelést. Ami rendelkezésre áll, térítés ugye adott magyar rendszerbe, és várólista nélkül. Én azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus eredmény, és gratulálok Önöknek ehhez a sikertörténetek, és köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Esti mérleggel holnap is számítok majd a figyelmükre, itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!